Hát sziasztok! Köszöntelek benneteket most egy ilyen adventi koszorú ötleteléses videóban. Az egyik kedves nézőm adta ismét az ötletet, hogy nem tudja még, hogy milyen adventi koszorút készítsen, és én is eltöprengtem rajta, hogy vajon idén milyen koszorú lesz, mert tudjátok, az előző videóban is mondtam, hogy én hozzám még csak most köszöntött be az ősz, és tényleg most kezdem érezni ezt az igazi őszi hangulatot, és szembesülnöm kellett vele, hogy mindjárt november vége van, amikor ugye meggyújtjuk az első gyertyát a koszorún, és nem szeretnék most így utolsó pillanatban kapkodni és kitalálni, hogy milyen koszorú is legyen. Ezért azt gondoltam, hogy ebben a videóban meg fogom mutatni azokat a koszorúkat, amiket az előző években gyártottam, illetve hoztam néhány Pinterestes ötletet. Egyébként az összes képet megtaláljátok a Pinterest oldalamon, ott is Schindler Ildiként vagyok fent, és van egy csomó mappám már, ahol meg tudjátok nézni ezeket. Ez a karácsony mappában van természetesen, és onnan tudtok esetleg inspirálódni más témákban is. Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen irányba megyek el idén az adventi koszorúk terén, és szeretnétek ötleteket, akkor tartsatok velem ebben a videóban. Az adventi koszorúk gyártásához nálam hozzátartozik az, hogy szeretek olyan alapanyagokat felhasználni, amik vannak itthon, vagy olyanokat újrahasznosítani, amik akár korábban más funkciót töltöttek be, mert úgyis látni fogjátok, és nagyon-nagyon tetszenek nekem is azok, amik ilyen részletgazdagok, tudjátok, amikor ilyen kis apró gyöngyökkel vannak kirakva a koszorúk, csodálatosan néz ki, de olyat még sose gyártottam, és most sem erre készülök, hanem inkább azt szeretném megmutatni, hogy egyszerű dolgokból hogy lehet kihozni egy adventi koszorút, ami igazából nem is koszorú, mert nem koszorú formája van, mert nálam szerintem idén sem az lesz, de majd úgy is mutatom, hogy mire gondolok. Szóval az első ilyen koszorú azt körülbelül 2016-ban készítettem. A koszorút mindig értsétek idézőjelesen. Cserepekből készítettem az elsőt, megtöltöttem őket dióval, lefestettem őket fehérre, beleraktam egy piros gyertyát mindegyikbe, és ráfestettem a négy szót, a hit, remény, öröm, szeretet. Ezek szerepeltek rajta, ez volt az első ilyen szerintem, amit csináltam. A másodikban egy befőttes üveget hasznosítottam újra. Ott is ugyanezt a négy szót ráraktam, de itt most már transfer technikát alkalmaztam, és egy ilyen kis csipke szalagot raktam a befőttes üvegnek a tetejére, szürkére festettem, és fehér gyertyákat raktam bele. Ez is egy ilyen teljesen egyszerű, természetes kis adventi koszorú volt. Aztán egy igazi last minute adventi koszorú. Ez az első olyan, ami koszorú formájú volt, amikor tényleg nagyon hirtelen kellett, mert megcsúsztam, és volt egy olyan pizsama, amit már így kiszanáltunk, természetesen pont egy ilyen kis kockás, karácsonyi hangulatot árasztó pizsama volt, és ezzel tekertem körbe a koszorút, koszorú alapot, és erre mentek rá ilyen nagyon-nagyon egyszerű kis mini illatgyertyák, meg egy pár fenyőág. Az én személyes kedvencem a téglás adventi koszorunk volt. Ez 2019-ben készült, akkor már itt laktunk, és ez is egy nagyon egyszerű kis fehér gyertás változat volt, és egy téglát, egy ilyen bontott téglát tettem alapnak. Ez nagyon bonyolult volt megcsinálni, pedig azt gondoltam, hogy ó, csak rátesszük a gyertyákat és kész, de természetesen nem így történt, és erről írtam is hosszan a blogbejegyzésemben, ha gondoljátok, akkor nézzétek meg a schindlerildi.hu-n. Aztán 2020-ban ismét egy nagyon egyszerű volt, akkor egy bögrét festettem le, és abba raktam bele fenyőágakat, meg fehér gyertyákat, valamiért úgy látszik nálam mindig a fehér gyertya a nyerő, egyszer volt talán piros. És tavaly pedig egy még talán ennél is egyszerűbb volt, akkor pedig egy, ha jól emlékszem, egy gyertyás üveget hasznosítottam újra, és abba állítottam bele a gyertyákat, egy kis madárkát raktam a dekorációt, pontosan őt, ő a kedvenc madaram, és ezzel meg is volt a koszorú. Szóval, idén egy ilyen üveges változatot képzelek el. Mind a két verzió tetszik, az egyik az tulajdonképpen úgy néz ki, hogy az üvegek üresek, és csak a tetejük van körberakva fenyőággal, és úgy van beleállítva a gyertya. Esetleg lehet rá számot is tenni.
A második változat az úgy néz ki, hogy az üvegek meg vannak töltve vízzel, de akár olajjal is meg lehet, hogyha mondjuk tartósítani szeretnétek a benne levő dolgot. És az üvegbe lehet tenni fenyőágat, rozmaringot, valamilyen kis pirosbogyós ágat, amit éppen találtok a természetben, hogyha kimentek egyet kirándulni. Ennek a tetejére van rakva a gyertya. Szóval valami ilyesmit képzelek el idén, azt még nem tudom, hogy számok lesznek-e rajta, de valószínűleg tartom, hogy nálam az üvegek szintén nem lesznek egyformák, és majd megyek a sufniba kutatni üvegek után, hogy minél ilyen különlegesebb formájú üvegeket találjak, mert abban szerintem annyira jól fog kinézni a rozmaring, mert rozmaringot tervezek bele, az van itthon egy csomó, és szerintem nagyon-nagyon jól fog kinézni. Aki inkább a hagyományosabb változatokat szereti, de mondjuk mégse koszorút szeretne, akkor ami ehhez legközelebb áll, az amikor egy ilyen szeletfa van lerakva, és akkor arra vannak rárakva a gyertyák, és erre ezt is lehet szintén díszíteni fahéj ággal, vagy fahéj darabbal, vagy minek mondják azt, szárított narancssal, citrommal, és kis fenyőágakat rárakni, meg vagy egy kis szarvast, vagy őzikét, amit éppen találtok, vagy bármi olyat, ami így számotokra kedves, és azt rakjátok rá, hiszen azt fogjátok nézni mondjuk egy hónapon keresztül. És ezt is lehet bármilyen színű gyertyával elkészíteni. Itt most, amit a képen láttok, az éppen zöld színnel van, mert valamiért most ezek a zöld gyertyák tetszenek nekem, nem tudom, hogy miért, de hogyha mondjuk ilyet készítenék, akkor valószínűleg én is zöld gyertyát vennék hozzá, mert az olyan nagyon természetes. De ugyanerre csinálhattok kis fenyőfát, hurkapálcikára mondjuk így rárakva, szerintem bármi szóba jöhet, amit esetleg kibányáztok a karácsonyi dekordobozotokból, mondjuk valami karácsonyi díszt, és akkor azzal is így körbe lehet rakni. Aki mondjuk előnyben részesíti a fás dekorokat, csinálhat olyat is, hogy egy fát ketté vág, egyik felére, ami kidomborodik, arra ráülteti a gyertyákat, ragasztóval szerintem megáll rajta, bár ki tudja, a téglán sem állt meg. És ahogy itt a képen is láthatjátok, annyira vicces szerintem, hogy a gyertyákról van lelógatva ilyen kis gyöngyöcske, és ez a gyöngy 1, 2, 3, 4, tehát mindig tudod, hogy melyiket kell meggyújtanod. Aztán olyat is lehet, hogy csak egy ilyen kis tuskóra rárakjátok a gyertyákat, arra is ráraktok egy kedves őzikét például, vagy valami fenyőágat, és ez is egy nagyon-nagyon egyszerű és szerintem olcsón elkészíthető dekoráció. Vagy ha van otthon faládátok, akkor a ládába is bele tudjátok rakni a kis gyertyákat, akár egy üvegbe, és ezt is körbe tudjátok rakni különféle növényekkel, amik szerintem nagyon-nagyon hangulatosak tudnak lenni. Aki szereti a kicsit ilyen kifinomultabb koszorút, kereshet mondjuk egy ilyen régi kecses tálat, vagy valami olyan porcelánt, amiben nagyon-nagyon jól mutatnak ezek a gyertyák, és ebbe is bele tudja tenni a gyertyákat, ugyanúgy valami muhával, vagy valami zölddel dekorálni, és kis piros masnit rárakni, de itt úgyis a maga a porcelán viszi el az első helyezést, mert szerintem annyira kis kedves és bájos. Ami még nagy kedvencem, a konzerves doboz. A konzerves doboz is olyan, hogy olyanra festitek, amilyenre szeretnétek, teljesen a tízlésetekre van bízva. Hogyha szeretnétek, akkor dekupás technikával tudtok rárakni szalvétát, és akkor akár valami karácsonyi mintával tudjátok dekorálni, ebbe szintén mehet bele a gyertya és valami kis növény, és annyira egyszerű és annyira egyedi. Én ezért nagyon szeretem ezeket az újrahasznosításos megoldásokat. Aki pedig tényleg az üveget részesíti előnyben, annak javaslom a befőttes üvegek újrahasznosítását, mert abból is nagyon kis helyes dekorációkat lehet csinálni, vagy megtölteni tényleg az őszi termésekkel, dióval, gesztenyével, és abba beleültetni a gyertyát. Oda is egy fenyőágat, vagy egy rozmaringot tűzni, és már kész is van. Nem az a lényeg, hogy minél fancy adventi koszorunk legyen,
legalábbis szerintem, ugye ez csak az én személyes véleményem, hanem az, hogy amikor meggyújtjuk azt a gyertyát, akkor mi az, amit itt belül érzünk. Mert szerintem az a legfontosabb, és én szeretem úgy meggyújtani ezeket a gyertyákat, hogy közben elmondom a kis gondolataimat, hogy mi az, amiért hálás vagyok, mi az, aminek örülök, mi az, amit köszönök minden nap, és tényleg ez egy szintén egy olyan alkalom, hogy amikor egy kicsit úgy befele tudunk figyelni, és ez a mai világban nagyon-nagyon fontos lenne. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti milyen adventi koszorúkat készítetek az idén, vagy vásároljátok-e őket. A tavalyiról egyébként van videó is, úgyhogy nézzétek meg a csatornámon, mert ott egy videóban készítettem el az adventi koszorunkat. Írjátok meg, hogy nálatok mi lesz idén, és hogy készültök-e már erre a karácsonyi időszakra, és ha van ötletetek, akkor tényleg küldjétek el ti is, akár Instagramon, akár itt YouTube-on, akár Facebookon, és ha még nem tettétek meg, akkor kövessetek TikTokon is, YouTube-on is, Instagramon, Facebookon, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!